Jubilált a Tamka divat márka szombaton este. 5 éves fennállását ünnepelte a márka, amely Bükki Tamara divat tervező nevéhez fűződik. A jeles eseményt divat bemutatóval ünnepelték meg Kiskunmajsán a Konecsni György Művelődési Központban. A bemutatót pedig Richter József emlékére ajánlotta, aki a Berkemon első cégvezetője volt. Nekem ez egy gyerekkori álmom. Pont ezért az egész rendezvénynek a mottója álmok, család, barátok, és megvalósítsd meg önmagad. Gyerekkorom óta varrok, erről már többször beszéltem és elmeséltem, és 5 évvel ezelőtt tudtam megvalósítani azt, hogy egy divatbemutatót hozzunk össze, hozzunk létre, és ezt szeretném folytatni, és ezért most az 5 éves divatbemutatót fogjuk ünnepelni, és a Tamka 5. születésnapját. Bükki Tamara divattervező számára fontos szerepet tölt be a család, mivel nagyapjától a bőrszeretetét, édesapjától az alkotási vágyat, édesanyjától pedig azt a szemléletmódot örökölte, hogy meg kell váltani a világot, és segíteni kell másoknak. Az anyai nagymamámtól tanultam varni egész kislánykoromban, illetve az édesanyám apukájának a testvérének a férje, angol-francia női Szabó volt Budapesten, és őtől kaptam csodálatos anyagokat, ruhákat, és egész pici gyerekkorom óta varrok. Viszont most azt szeretném, hogy ebből szeretnék majd megélni, tehát most szeretnék megmutatni egy teljesen új Tamka kollekciót. A divat bemutató különlegessége az volt, hogy nem hivatásos modellek viselték a ruhákat. A tervező azt szerette volna, hogy ízig-vérig nők álljanak a színpadon, akik számára tervezni szeretett volna. A szombat este folyamán 3 kollekciót tekinthettek meg a résztvevők, a modellek pedig a Berkemon lábbeléjét viselték, amelyekre újrahasznosított anyagból készült pántokat helyeztek. Az első, miután nyár végén vagyunk, egy nagyon könnyű nyári viseletet, annak a pillangó nevet adtam. A következő kollekció az egy nagyon egyszerű szabású jéggyőzdi ruha, ami a modernő, a mai nőnek szerintem az álma, mert nem gyűrődik, felkapom, megyek benne, és nagyon könnyű viselni. A harmadik pedig újrahasznosított farmerok, aminek a neve az Reformer lett. Vásároltam, volt nekem nagyon sok farmernadrágom, jackik, szoknyák, és azokat átalakítottam olyanná, ami más, ami egyedi, tehát mindenből mindig egy készül. Tehát azt gondolom, hogy mindenkinek nagy öröm az, hogy van egy régi farmer jackim, csinálunk belőle egy új mellényt, vagy éppen egy nadrágból szoknyát, és abból csak egy darab van a világon. Bükki Tamarás sok barátja segítette, hogy létrejöjjön az est. Kiskunmajsáról az Áramlat Szépség Stúdió, a fodrászok, akik a frizurákat készítették, Budapestről jött Prokof Kata, aki a sminkeket, profi sminkeket készítette, barátom Horváth Ricsi, aki Kiskunmajsa, és ő is divattervező, nagyon sokat segített, vart nekem, meg most is a színpadon van helyettem, és az utolsó simításokat végzi, Bereb István, Kiskunfeltyház évgoldgöndest osztálytársam, ő kimondottan nekem írta a zenéket, ő komponálta a zenéket, amit ma hallani fogunk. Egy volt kollégám a Berkemannál, Gálné Turcsányi Edit, ő például lopótökből készítette az ékszereket, táskákat és a dekorációt. A divat bemutatót követően fellépett az Oktovoj Szének együttes, akik több dalt is előadtak. A kikiáltási ára ennek a ruhának 10 000 forint, és 2 000 forint lesz most a licit lépcső. Remélem bátran fognak licitálni. A rendezvényen a bemutató mellett fontos szerepet kapott a jótékonykodás is. Miután álmok, család és barátok a rendezvény mottója, megbeszéltük itt a helyi vezetőkkel, hogy minden évben meg fogjuk tartani ezt a Tamka divat bemutatót, ahol a mostani divat bemutatón tombola, illetve árverés lesz, és ebből mindig egy vagy több majsai gyermeknek segítünk, akinek vannak álmai, aki tehetséges, csak éppen hiányzik neki anyagi forrás, támogatás, és ezzel szeretnénk őt segíteni. A jótékonysági árverésre Ballai László és Hajnalszamos Falvi Judit hozott különleges alkotásokat. Az est végén pedig sor került egy szilinapi köszöntésre, illetve tombola húzásra is.